Sziasztok! Kínai fűkaszák. Itt az egyik, amivel füvet szoktam vágni. És itt a másik, amivel pedig sövényt szoktam vágni. Na most ezt a gépet kevesebbet használom. A másikat az többet, mert ugye a sövényt azt nem olyan ritkán vágok, és akkor ez az idei első indításuk, még a tavalyi benzin van mindkettőben. Tavaly nyár óta nem is voltak indítva. Annyi, hogy ebben most raktam Damilt, mert nem volt benne Damil. Úgyhogy most megnézzük, hogy is indulnak. Mindjárt. Nem tudom, hogy hát annyi benzin van benne. Szerintem. Felpumpáljuk. Megkapcsoljuk. És akkor azt hiszem, hogy valamelyiknek fordítva van a szivattyúja, de most nem vagyok benne biztos. Hát ennek elméletileg felfelé hideg indítás. De majd kiderül, hogy hogy indul. Oké. Okay. Be is indult. Szép, percegős hangja van. Kicsit rajta hagyom a szivatót. Nagyon szeretem ezt a gépet, ha kínai, akkor is. Nekem ezekkel a gépekkel soha nincs semmi bajom. Annyi, hogy csak meg kell tankolni, aztán kész. Sokan szidják, pedig hát nem tudom, vagy én fogok ki jó gépeket, vagy nem tudom, de nekem ezekkel nincsen gondom. Ezt is 14 éve nyúzom. Ez, hogyha füvet vág, akkor az ilyen napi 9 órát, annyi, hogy megállok vele pihenni, de csak annyit, hogy megtankolom, majd Damilt cserélek, aztán megy tovább. Sosincs semmi baja. Előtte volt egy másik,
annak szétment a hajtás része, ez a feje. Azt kellett cserélni, vagyis hát igazából nem ment szét, annyi, hogy csapágyas lett. Szóval azt kellett cserélni, utána meg szétment benne ez a spirál. Nem lehetett kapni másikat, és akkor úgy lett ez véve. De a motorja még mindig megvan, szóval igazából azt is meg lehet csinálni, mert levágok belőle egy kis darabot. Aztán újra össze tudom rakni, annyi, hogy rövidebb lesz pár centivel. És lehet, hogy az is lesz, hogy összerakom, és arra meg ilyen ezt a láncfűrész adaptert fogok rárakni, és akkor lehet gajazni vele. Úgyhogy így három gépem lesz, egy sövényvágós, meg egy fűvágós, meg egy ilyen gajazós, favágós gép. Azok az adapterek is nagyon jók, mert tényleg olyan, mint a láncfűrész, olajzása van neki, meg minden, aztán passzol rá. Jók ezek az adapterek. Erre is úgy lett ez az adapter véve, ez a sövényvágó adapter. Na, úgyhogy megnézzük, hogy most hogy indul. Ilyenkor már egy rántásra kellene neki. Szuper, ez üzemkész. Hát ahhoz képest, hogy a régi benzin van benne, meg hogy nem volt indítva, elég jól beindult. Akkor most jön ez a sövényvágó. Igazából a két gép az szinte teljesen ugyanaz, annyi, hogy más a márkája. Úgyhogy... Hát igen, ja. Kicsit másabb a tank, meg ilyenek, de lényegében tök ugyanaz. Na, ennek viszont, igen, ennek felfelé van a... Felfelé van kikapcsolva, lefelé van a szivató. Valahogy így, de majd megnézzük mindjárt. Úgyhogy akkor most így rárakjuk. Ezt is felpumpáljuk. Tízet szoktak pumpálni, de ebben már kevesebb benzin van, de felvette. Ezt is bekapcsoljuk, és akkor megnézzük. Ennek egyébként szebb hangja van, teljesen másabb a hangja. Lehet, hogy nem jó a szivató, lehet, hogy ennek van fordítva, igen. Felfelé off, de viszont az van bekapcsolva. Igen. Ennek nekem jobban tetszik a hangja. Olyan igazi pörcögös. Érdekes a két gép, hogy tiszta ugyanaz, viszont mennyivel másabb hangja van. Nem igazán látok különbséget. Más a neve is ennyi. És akkor ezzel meg lehet sövényt vágni.
Egyébként meg ha ezek a gépek el is romlanának, ezekhez szinte mindent lehet kapni a vásárban. Vagy pedig lehet nem is érdemes javítani őket, hanem venni egy másik gépet, mert annyira jó árban vannak, hogy kár vele kínlódni. Esetleg alkatrésznek meghagyni, aztán ami kell róla, az megvan. De mondom, hogy nekem ezekkel sosincs semmi bajom. Pedig azzal aztán tényleg rengeteg füvet vágok. Szerintem majd arról is lesz egy videó most, hogy szereztem egy GoPro-t fejpánttal, úgyhogy így nem kell fognia a kamerát. Most is azzal videózom. Úgyhogy, na, ezek a gépek üzemkészek. Lehet velük dolgozni, még egyszer ezt is beindítom. Szuper, mindkettő. Érdekes, hogy ennek tényleg mennyivel másabb hangja van, pedig teljesen ugyanaz a két gép, egy nagyon kis eltérés van. Hát csújra, nem is tudom. Hát szinte ugyanaz, talán ez egy kicsit nehezebb. Az írást a hiába nézem, mert az kamu, 5,5 lóerő, 65 köbcenti. Hát nem tudom. Ez más nem is ír. Akkor ez 5,2 lóerő. Hát nem tudom, hogy mennyire valós, de szerintem nem, de ahhoz képest nagyon erős gépek. Úgyhogy nekem megfelelnek arra, amire kell. Na hát, működnek szerencsére. Úgyhogy ennyi lett volna a videó. Sziasztok!